Üdvözlök mindenkit! Ma a Nina egy ügynök naplója nevű játékot fogom bemutatni, amit 2002-ben adtak ki lengyel barátaink. Lengyel barátaink... milyen cég lehetett? Jaj, gyerünk emberek, mondjuk közösen a Lemon Interactive! Senkit ne tévessze meg, ez a cég ugyanaz, mint a City Interactive. Tessék csak megnézni az interneten. Az már elég gáz, hogy a játékot a City Interactive adta ki. De hogy egy játék csak azért jöjjön létre, hogy egy akkoriban éppen menő Iza Czarnecka nevű modellnek kellett egy kis promó. De próbáljuk csak ki, ez az intromentes főmenő, botrányos a mentési rendszer, vagy új játékot kezdesz, vagy folytatsz. Nincs olyan, hogy mentési lista vagy valami, mert menteni se lehet, csak vannak néha checkpointok. Ugyanúgy, mint a Heat of War-nál, most én beszélek, csönd legyen. Te nem tudod, hogy hol vannak, tehát az ötödik pályán belelépsz félúton egy checkpointba, választhatsz, vagy onnan folytatod mindig újra meg újra, ami egyen a halállal, vagy teljesen újra kezdheted. Na most mondjad. A frontális támadás bukásra van ítélve. Keress egy kisforgalmú utat. Legjobb, ha megkérdezel egy rendőrt. Úgy kell... Halló. Ez jó, szinkron egyszerűen abban marad mondat közepén. Nem mintha nem volna rendszeres a játékban. És megszólal, keresek egy rendőrt. Hát marha jó, egész játékban csak terroristák vannak, és milyen titkos küldetés az, keresek rendőrt. Na itt egy bejárat. Jó, holtan is tudok beszélni. Jó, akkor keresek más útvonalat. Na, még egy afgán terrorista. Nem tudom, hogy afgán egyébként, csak ezt én mondom. Nem mintha valami történetet kapnánk hozzá. Küldetés sikertelen? Jaj, hát elfelejtem mondani, hát a Nina az egy csoda Amazon. Na, várjatok, felolvasom a hátsó borítót. Nina ügynök paranormális képességgel bír. És le tudja másolni az áldozatai személyiségét, és el tudja raktározni ezeket. Nos, lefordítva ez annyit jelent, hogy oda kell mennem az információs forráshoz. Persze nem lőhetem le addig, de ő nagyon fair módon elkezd lövöldözni rám. Tehát oda megyek, kinyújtom a karjaimat, és... villámokkal kiszedem a fejéből. Hát mondjuk szerintem így sokkal poénosabb. Ó, van egy felső bejárat és nagyszerű, menjünk fel a lifttel. Na... viszonylag gyorsan túljutottam a pályán. Jaj, persze, itt is van egy ilyen rohadt állás. Tiszta unfair, nem is lehet lelőni azokat. Kezdődhet minden előről, információs forrás. Aztán találtam egy másik liftet. Ennek meg persze energiája nincs. Ez a játék sportötőz abból, hogy azt hiszem, hogy végre tovább jutok, és utána helyre tesz, hogy na, ne is álmodozz erről. Oda kéne bejutnom valahogy, de hiába követtem a pisi csíkokat, meg a fosás tengert, egyszer nem tudom, hogy kell bejutni oda. Kerestem itt a lila vízben, hát ha van valami info, nem találtam. Aztán hirtelen... Ez a jármű hasznos lehet. Megszól a jármű, hallottátok? Na, toljuk el. Érdekes módon járművel együtt nem mozgok. De se baj, ott egy hordó, szerintem ezzel kinyílik talán. Ez bizonyára... ez az! Na végre továbbítottam, a fenem egye már meg! A fenében nincs üzemanyag, köszönöm. Tudod, hol tartják a benzint? A radarjaink nem mérnek be ilyen dolgokat. Jól van, csak vicceltem. Ellenőrizd a város déli részét. Jó, és merre van délte, nagyon okos gyerek? Milyen fejkészületlen misszió ez, még egy térképet sem kapok. Még a nap állásában sem tudom megítélni, merre van dél, mert ebbe az összepisált hülye faluba az éjszaka közepén küldenek. Nem tudom, hogy kell menni. Emberek, nem jövök rá. Megkérdezem már ezt a hülye hullát itt, hát, ha ő tud segíteni. Ahmed, külümű, hogy kell menni? Arra, azt mondod? Jó, megnézem, mi van arra. A lift, tehát Ahmed itt voltam már. De mi lenne, ha leugranék? De jó, én megtaláltam a megoldást, itt még nem voltam! Végre tovább jutok! Nincs itt senki, persze, mindig előkerülnek, ugyanez! Utálom ezt a játékot! Ott a benzin. Hogy kell oda eljutni?
Ott a hordó, jó van, ezt már ismerjük, belelövünk. Felrobban az ajtó. Aj, hogyne! Hogyne, megint eljátsza velem! Milyen komandós nő az, még egy rohadt gránátja sincs, hogy oda bedobja és utána elmegy. De itt a megoldás, kérem szépen. Nem vettétek észre a megoldást? Nem csodálom, mert ugyanúgy, mint a Mortalban, nagy sötétség közepén van a megoldás, hogy itt van egy kis ablak, és ezen keresztül kell kerülni a hordót.